Hát beszélnék magamról egy kicsit, ez egy ilyen, hát nem kellemes téma, de hát muszáj így elviselni. Rám kell nézni, hát egy tipikus nő ideál vagyok, szerintem ez látszik. Itt még azért nem szoktak röhögni, beszélgessünk kicsit a csajozásról, hát ezzel az alkattal van nehéz csajozni, azért ezt elmondanám. Jönnek a lányok, jaj, szanitek, olyan kis tündér vagy meg aranyod, csak olyan nagy a hasad. Babám, ne a hordót nézz, hanem a csapját. Hát ha ez jó a csinál, akkor nem csak nézik, tehát maradjunk egyébként, különben is nem vagyok kövér, csak erotikusan puffat köszönöm. Egyébként nemrégiben volt egy nő az életemben, azt azért el kell mondanom, csak meg kellett vele szakítanom minden kapcsolatot, mert egyre többet akart. Mondjuk én a 10 000-et már sokkaltam egy óráért. A munkahelyemről beszélnék egy kicsit, én Debrecenben egy karaoke bárban dolgozom. A nevét nem mondom, mert hát ez a neve, hogy karaoke bár, tehát nem? Nem is nagyon tudnám én ezt túlcicomázni. Hát nagyon komoly. Hát így, nekem annyi a dolgom igazából, hogy a zenei alapokat én szolgáltatom az énekelni vágyóknak. Ugye hát ez a karaoke, hogyha valaki ezt így nem szembesült volna még ezzel a problémával. Legjobb, mikor elkezdem a bulit, és már hallottam egy hasonló jellegű dolgot, hogy a kislány odajön. Szani, beraksz nekem valamit? Ez az este jól kezdődik. És mondom, előtte vagy utána szeretnél énekelni. De ilyenkor kiderül, hogy én értettem helyre. Van ilyen. De vannak ám konkrétabb kívánságok. Szani, rak be nekem Bon Jovit. Hát ha ő beleegyezik azon. Belé találom, belé tömöm. Egyszer történt egy ilyen, megyek dolgozni, rendésznek a pultos álltak az ajtóba. Hú, Szani, gyere. Figyelj, bemélj a kis terembe, van nekünk egy ilyen kis külön termünk. Semmit ne csinál, csak annyit mondja, hogy megértem, semmi más. Hát mondom, mi bajom lehet, bemegyek. Csomó jó grafikájú csaj. HD felbontani. Megértem! Semmi reakció. Ledöbben tartok. Hát kiderült, hogy lánybúcsú volt és a csipendőt hint várták. Hát mondom, jó. Az egyik megismert, hát Szali csak az elég fogja csinálni. Egy légtérben annyi megkönnyebbült arcot én még nem láttam. Jó volt. Volt egy másik ilyen rendezvényünk, egy ilyen céges magánrendezvény, oda jön hozzám a szervező hölgy. Fiatal ember, azt le lehetne oldani, hogy ma csak magyar zenék, csak magyar, vagy esetleg külföldi. Egyébként én ilyen azt szoktam mondani, hogy alkoholmentes életet élek, hetente többször is. Odaállok a pulthoz, fogyasztom a Titanic koktélomat. Nem tudom, tudjátok-e mi az a Titanic koktél? Jég és víz. Szinte adja magát a dolog. Igen, ám csak a múltkor kaptunk egy új pultost, oda megyek, na akkor már egy Titanic koktél csináljál, na. Hölgy, citromot tegyek vele. Amiről jó barát, te melyik verziót láttad a Titanicból? DiCaprio, hogy megy a vízbe, és utána kaptam még két nála citromot, hogy egyél rázzal. Amiről... Nem értem. A gyerek nem volt hülye, kibaszott velem, sós ízzel kaptam. Na ez a Titanic, ezt tudom. Jó van, mondom, tündér vagy. Hát akkor a karokkibárt egy kicsit mellőzzük, térjünk át más vizekre. Újságcikkek, stb. Hát egy területeni hírportálon olvastam, és a hölgyek most fogják be a fülüket, mert nem igaz. Az orális szex torok rákot okoz. Nem igaz. Szívemből szóltál, komolyan. De itt nincs vége, mert ugye hozzá lehet szólni a cikkekhez. Legelső hozzászólás, valami nagy biológia tudor. Kihalunk! Volt egy másik cikk, ehhez kapcsolódott. Ez is komoly, figyelj. A kemény farok mély nyakrákot okoz. De ki az, akinek kemény farka és mély nyaka van egyszerre? Hát az dögöljön is meg, én úgy vagyok vele. És megvárom, köszönöm.
Sipor még egy kérdő hív, hát azt kitöltöm. Ön hány éves koráig maszturbált? 18, 21, 24. Három, hogy 30 vagyok. Engem kihagytak. Hát, aktív sportoló vagyok még mindig.